A kormányon belüli ellentétek és a területtől való félelem is szerepet játszott abban, hogy Palkovics László lemondott a miniszteri székről. Lapunk több kormányzati forrással folytatott beszélgetés alapján rekonstruálja a történteket, és kitér arra, hogy milyen hatalmi átrendeződés várható. Palkovics László kormányból való távozási szándéka egy-két hete derült ki. Vagyis nem arról van szó, hogy gondosan előkészített változás jön, ezt jelzi, hogy az általunk megkeresett minisztériumok egyike sem tudja még, hogyan érinti szakmai tárcáját a technológiai és ipari miniszter távozása. Olyan tárcákról van szó, amelyek átfedésben vannak a műszaki és ipari minisztérium feladataival, például az energetikában és a közlekedésben. Külgazdasági és külügyminisztériumi forrásaink arról sem rendelkeztek információval, hogy a hozzájuk tartozó energiaszektor kiemelt területe, a paksi atomerőmű bővítésének irányítása elkerülhető lenne onnan. Palkovics távozásának fő oka az energiaminisztérium létrehozásából következik. A Lázár János vezette építésügyi minisztérium egyelőre nem biztos abban, hogy, mint a hírekben elhangzott, közlekedésfejlesztési jogkörüket kiterjesztik-e az általános közlekedés politikai feladatokkal. Lapunk ugyanakkor azt is tudja, hogy nagy eséllyel Lázárhoz kerül a terület, aki minden bizonnyal örülne a jogosítványok bővülésének, miután az alább felsorolt állami beruházások jó része leállt. Ezt a forgatókönyvet igazolja, hogy a korábban Vitézi Dávid fennhatósága alá tartozó Budapesti Fejlesztési Központ az új kormány megalakulása után nemzeti közlekedési központ lett, és Lázár felügyelete alá került, aki azonnal menesztette a vezetőséget, majd beszántották a társaságba, amely még a kormány médiabirodalmának része volt. A világgazdaság is baráti tűzként apostrofálta. Ugyanakkor Palkovics alatt Vitézi lett a közlekedési felelős, ami nem éppen harmonikus viszonyt vetít előre abban az esetben, ha a terület vele együtt kerül Lázár alá. Mivel az önálló energetikai minisztérium létrehozása és a közlekedéspolitika kiszervezése után csak az ipar és a munkaerőpiac és a környezet maradna a tímben, forrásaink szerint erősen kérdéses, hogy a tárca egyáltalán megmarad-e minisztériumként. Rendkívül szűk jogkörrel, vagy teljesen szétosztják-e a feladatait. Erről várhatóan a jövő heti kormányülésen döntenek, de belsőleg nem erősíti a tárca függetlenségébe vetett hitet, hogy míg kormányzati forrásaink szinte biztosnak tartják Lantos Csaba kinevezését az energiaügyi tárca élére, arról egyáltalán nem szól a hír, hogy kikerülhet a lecsupaszított tím élére. Mint azt szerdán megírtuk, Orbán Viktor egy tárca alá gerebjézné szét a jelenleg minisztériumok között szétszórt energetikai feladatokat. A miniszterelnök azonban információink szerint eltökélt szándéka, még ebben a hónapban önálló kormányzati egységet kíván felállítani erre a célra. Forrásaink szerint még nyitott kérdés, hogy az új minisztérium a TIM romjain kezdje meg működését, ami azt jelenteni, hogy az ott ellátott többi feladatot más tárcák veszik át, vagy a TIM csonkján kezdje meg működését, de marad, és új minisztériummal egészül ki a kormányzati struktúra. Palkovics mindezt csak kívülről fogja megfigyelni. Lapunk információi szerint szerda délelőtt találkozott a miniszterelnökkel, a kormányból való távozását pedig ezen a személyes találkozón véglegesítették. Bár a kabinet nem erősítette meg és nem is cáfolta lemondásának tényét, a miniszterelnökség szerdán bejelentette, hogy ha változás lesz a kormány szerkezetében, arról tájékoztatjuk a közvéleményt, és a szerkezeti változás kikristályozódhat jövő héten, addig Palkovics hivatalosan a miniszter. Távozásának okáról azt hallottuk, hogy mostanra elege lett abból, hogy a hozzátartozó stratégiailag fontos területeket lassan kiszervezik tőle. Állítólag azt is nehezményezte, hogy a kormányalakítás során egy nagy közlekedésfejlesztési csomag került Lázár Jánoshoz, de éppen ő nyitotta ki vele az ajtót, hogy a kormány energiatárcájából egyre többen jelentkeztek és kaptak részvételt. Forrásaink szerint Palkovicsnak különösen fájdalmas volt az új kormánytag, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter terjeszkedése, aki sokak szerint egyedi stílusban nyomul, és akárcsak annak idején a Magyar Nemzeti Bank alelnökeként érezteti másokkal intellektuális fölényét. Lapunknak azt is elmondták, hogy Palkovics munkásságával, energetikai tevékenységével kapcsolatban konkrét kritika, probléma nem fogalmazódott meg, de a miniszterelnök egyik informátorunk által jelezve elfogadta Nagy Márton érvelését, miszerint az energia olyan fontos tényező, hogy a felügyelete alatt létrehozott ágazathoz független minisztériumra van szükség. Valóban sajátos helyzet, hogy míg az energiapolitika Palkovicsé volt, addig a Paksért felelős Szijjártó Péter mellett Nagy Már járt Moszkvában energiaügyekről tárgyalni. Palkovics a nyár folyamán arra lett figyelmes, hogy egyre többen jelentkeznek és jelentenek be olyan döntéseket, amelyek eredetileg a TIM hatáskörébe tartoztak.
Most arra elérte, hogy bedobja a törölközőt. A teamben maradó munka, ahogy egy miniszter kollégája fogalmazott, 3 nap alatt elvégezhető, de ez már nem jelentett kihívást Palkovicsnak. Az energiaszektor kormányzati felügyelete viszont a jelek szerint Lantos Csabáé lehet. Az Index elsőként írt arról, hogy ő vezetheti az új energiaügyi tárcát, ezt forrásaink is megerősítették. Lantos a 2000-es években az OTP bank vezérigazgató helyetteseként dolgozott. 2007 óta vezeti saját befektetéseit. 2009-től a Met Holding AG elnöke, 2010-től a Richter Gedeon NRT. Igazgatósági tagja. Az utóbbi időben főleg egészségügyi beruházásai miatt került a hírekbe. Erős kormányzati kapcsolatokkal rendelkezik, és tagja a 4 tanácsadó testületének is. A szakmában mindennek nyomán nem igazán értik, miért lehet számára érdekes a portfólió kezelés. Sokan azt is megkérdőjelezik, hogy van-e értelme önálló minisztériumot létrehozni erre a feladatra, az ágazat jól szabályozott, a hatóságok rendelkeznek az energiarendszerek működtetéséhez szükséges törvényi felhatalmazásokkal, az irányítás nagy része hatósági döntésekkel megoldható, nincs miniszteri rendeletekre van szükség. De Lantos, forrásaink szerint, nem az a fajta karakter, aki megelégedne néhány papír aláírásával. Valami más is vonzó lehet számára, többen azt gyanítják, hogy a kormánynak nagy terve lehet az MVM-mel, például a cégcsoport tőzsdei bevezetése már jó ideje napirenden van, de ebben nem történt fejlemény. Ügy tavaly nyár óta ennek megvalósításához menedzser vezetőt kerestek. Kormányzati oldalról ezt másként látják, úgy értékelik a történteket, hogy Orbán Viktor meghallotta a kor szavát, és rájött, hogy az energiát önálló egységbe kell szervezni, mert a terület stratégiailag a következő időszakban lesz a legfontosabb. Az árak elszabadultak, ellenőrizhetetlenné váltak, jelenleg az a legnagyobb fejtörés a kormánynak, hogy miként térhet vissza a rezsicsökkentés feladása előtti államhoz, vagy legalább tegyen lépéseket ebbe az irányba. Ez idén biztosan nem kivitelezhető, de a jelenlegi helyzet szerint a jövő év első hónapjaiban sem lesz elég mozgástere a kormánynak. Bár a tőzsdei árfolyam az elmúlt időszakban csökkent, a tárolótartályok még mindig a drágább gázzal voltak feltöltve, és a jövőbeni árak magasabbak, mint az azonnali árak, így amikor a tartályokat újra fel kell tölteni a vége felé télen, a jövőbeni árak alapján újabb drágulásra kell számítanunk. Így ha összevetjük Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentését, nyugodjon meg mindenki, a jelenlegi alacsony árak a magyar beszerzési szerződésekben is megjelennek, azzal, amit Gulyás Gergely a legutóbbi kormányinfón mondott, a központilag meghatározott ár idén biztosan nem csökken, a és a következő időszakot sok bizonytalanság jellemzi, akkor a miniszterelnökséget vezető miniszter útmutatása megfelelőnek tűnik. A kormányzat jelenlegi ismeretei szerint a számlaérték egyéb összetevőit célszerű a rezsikorrekciója érdekében módosítani, például a rendszer használati díj átgondolásával, de a kormány jelenleg nem tehet mást, mint hogy ezt a tétet befagyasztja. Januárban, mondta lapunknak egy kormánytag, szerinte kereskedelmi és ellátásbiztonsági szempontból is problémás lenne, még ha ezt a díjat csökkentenék is.